Jó reggelt kívánok! Kezdjük a legfrissebbekkel. Új gyanúsítottja van a Balla Irma gyilkosságnak. Egy 36 éves debreceni férfit hallgatta ki a fideszes önkormányzati képviselő meggyilkolása ügyében. Miután az előző gyanúsítottat, Balla Irma fiát felmentették, a rendőrség újra nyomozni kezdett. A telefonvonal túlsó végén velünk van Magyar György, Zönstein Sándor, tehát Balla Irma fia, tehát az ő jogi képviselője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, tisztelettel! Ügyvéd úr, ugye az ön védencét évekkel ezelőtt első fokon 12 év fegyházra ítélték el, másodfokon ugye felmentették. Akkor a felmentés egészen pontosan mire vonatkozott, ügyvéd úr? Igazából ez kétszer fordult elő. Az első fokú eljárás fegyházba küldte, majd előzetesre tartóztatásba helyezte. Kétszer egy évig töltött előzetes. Utána másodfok hatályon kívül helyezte, mondván, hogy az ítélet nem megalapozott, és itt van a dolog lényege, nyomozati hibákra is felhívták az elsőfokú bíróság figyelmét, és úgy eljárásra utasították az elsőfokú bíróságot, amely felmentette a vád alól, és a másodfok ezt helyben hagyta. A dolognak tehát az a lényege, hogy jogerősen fel van mentve, de, és ez a dolog lényege, bizonyíték hiányában, nem pedig bűncselekmény hiányában. Most milyen újabb fordulatot tudunk elmondani? Tehát van egy 36 éves férfi, aki nem ismeretlen ugye a nyomozóhatóság előtt, hiszen Balla Irma gyilkosságával kapcsolatban emlékeim szerint ő talán kettőször is tett vallomást, hogy ő gyilkolta meg a fideszes képviselőt, majd aztán ezeket visszavonta. Pontosan így történt, és a nyomozóhatóságnak az volt az álláspontja, hogy ennek a fiatalembernek a vallomását nem kell figyelembe venni. Mi indítványoztuk, hogy Sándor elleni eljárást függesszék fel, és ezzel a fiatalemberrel kapcsolatosan pedig folytassák le a nyomozást, de egyeskörűen nem adtak helyet az indítványnak, azt mondották, ennek az ügynek már van vádlottja, menjen végig. Tehát tanúként hallgatták ki annak idején most a feltételezett gyilkost. Pontosan így van, tanúként hallgatták, és mint tudjuk, ugye senki sem köteles önmagára terhelő vallomást tenni, és miután ő visszavonta, így nem lehetett belőle olyan vallomást kicsikarni, hogy vállalja el a bűncselekményt hivatalosan is. Nyomozás során ezt elvállalta, majd visszavonta. Igen furcsa magatartást. Ügyvéd úr, azt próbálja nekünk elmagyarázni, hogy most mégis a nyomozóhatóság látókörébe hogyan kerülhetett ez a 36 éves férfi, akinek állítólag a DNS mintáját valamelyik korábban lefoglalt tárgyon megtalálták. Képbe ő úgy került, hogy a kezdet-kezdetén is figyeltek oda rá, csak nem kellő odaadással. Többféle variációja volt az elkövetésnek, és a legegyszerűbb megoldást választották annak idején, Sándorra akarták ezt a vádat ráépíteni. Ennek a fiatalembernek, aki a szomszédban dolgozott, igen komoly összefüggésrendszere jelentkezett, csak ezeket a bizonyítékokat nem eléggé szakmai alapon tették rendszerbe, miáltal az ügyészség beleszeretve a saját verziójába nem volt hajlandó változtatni a vádon, miáltal ez a fiatalember ott maradt, és talán meg is úszhatta volna ezt, ha a nyomozás nem indul el újra, a bizonyítékokat nem teszik újra a rendszerbe, és ez a logikai rendszer nem mutat abba az irányba, hogy akár ő is lehet az elkövető. Egy dologra szeretném még felhívni a figyelmet. Azért, mert valaki gyanúsítottként most kihallgattak, még nem jelenti azt, hogy bűnös, ugye meg kell várnunk még egyszer, hogy jogerősen elítélik, és akkor nyílik lehetősége a mi vádlottunknak arra, hogy esetleg egy perugításban, egy technikai perugításban azt kérje a bíróságtól, hogy ő teljesen rehabilitálják, és ne bizonyíték, hanem bűncselekmény hiányában mentsék fel, mert ugyanis nem mindegy, hogy valaki anyagyilkosként éli le az életét. 8 év után itt lenne az ideje, hogy ennek a justizmódnak végleg véget vessenek. Ügyvéd úr, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ez a perújítás összefüggésben lehet egy esetleges vagy egy későbbi kártérítési perrel? A kártérítési perünk most is folyamatban van. A kártérítési perünk folyamatban van, az egyességet nem sikerült még megkötni az állammal. Az állam elismerte, hogy 2 évig előzetesben tartották Sönstein Sándort, de az összegszerűségben még folyik a bizonyítási eljárás. Természetes módon egész más jogkövetkezményei vannak a bizonyíték hiányos felmentésnek, mint a bűncselekmény hiányosnak. Sándor lelkének megnyugtatására és a közvélemény megnyugtatására nagyon jó lenne, ha 8 év után megtudnánk azt, hogy ki ölte meg Balla Irmát. Ügyvéd úr, köszönöm szépen a rendelkezésünkre állt. Viszontlátásra!